Köszöntöm a TIO TV nézőit! A Büki híreket látják műsorunk tartalmából. Átadták Bükön a Városháza melletti parkot. Járdák, új parkolók és virágos, ligetes központ épült. Felmarták a Büki főutca aszfaltját, hamarosan új réteg kerül rá. Kiderült, ki az ország legerősebb és legügyesebb tűzoltója, TFA versenybükkfürdőm. Kiállítással, koncertekkel és jó ételekkel fűszerezték a Roma Nemzetiségi Napot Bükön. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Június 28-án, pénteken hivatalosan is birtokba vehették a városlakók és az odaérkező vendégek Bükk megújult városközpontját. A Széchenyi Park és környezete most már hűen tükrözi a település kisvárosias jellegét, és megmutatja mindazokat az értékeket, amelyek mentén a város működik. A Zöld Város programban nyert támogatást a Büki önkormányzat, hogy teljesen megújítsák a Városháza mellett lévő Széchenyi Parkot és környékét. A rekonstrukció során nem csak a zöld felületek, hanem a parkot körülvevő utcák, járdák is megújultak. A területi és településfejlesztési operatív programban 100 millió forint visszanemtérítendő támogatást nyert el a Büki önkormányzat, ehhez 160 millió forint saját költségvetési forrást tett hozzá a városvezetés, hogy a tervek szerint valósulhasson meg a beruházás. De nem csak a park volt érintett a rekonstrukcióban, a Kocsánháznál a pályázatból megépülhetett a kultúrpajta és egy burkolt rendezvénytér. A projekt hivatalos záróeseményén dr. Németh Sándor polgármester kiemelte, a felújításnak köszönhetően a Széchenyi Park a település központi részén most már egy valódi közösségi teret formál. A projekt segítségével kibővítették a városközpontot, hiszen a répcementi tanösvény összeköttetésével az átriumtól az Ötvös Parkon át a Kocsánházig tart a település központi része. Hozzátette, habár az itt élők még mindig faluként emlegetik Büköt, a folyamatos beruházásoknak köszönhetően egyre inkább elnyeri kisvárosias jellegét. A terület és településfejlesztési operatív programon elnyert 100 millió forint volt ez az ő rész, ami ez a pályázat kapcsolódott. A terv azért ennél nagyobbat álmodott, hiszen a komplett útfelújítást, a közműcserét, tehát a víz-szennyvíz csapadékvizet magába foglalta, a járdarendszer kialakítása, illetve újjáépítése megtörtént, és azt gondoltuk, hogy a Városháza környékét, mint egy közigazgatási szolgáltató központ funkciójában megerősítsük. Korábban nem nyert pályázatokból, vagy pályázatokból kimaradt elemeket is beemeltünk, ilyen például a Kocsánháznak a kultúrpajtája, illetve a Kocsánház előtti tér, amit még beemeltünk. Folytatódik a répcementi tanösvény, amely a Széchenyi utcában a tűzoltószertártól indul, és itt a parkban folytatódik, a Kocsánház már pedig végződik. Ezeket a projektelemeket tehát összefésültük, és ennek a végeredménye ez a 260 millió forintos beruházás, amely tehát tartalmazza az önfelület megújítást, a vonalas infrastruktúrát, ez mind a föld alatti, mind pedig a föld fölötti, tehát utakat, járdákat is magába foglalja. Aztán utána fontos dolog volt még hosszabb távon az, hogy ezzel a projekttel a városközpontot területileg megnöveltük, hangsúlyosabbá tettük ebbe az irányba a Széchenyi utcáig, a körforgalomig a Széchenyi utca kijön, illetve másik irányba az Ötvös utca mentén pedig tovább megyünk, ott szintén van egy nyertes pályázatunk, amely a Szent Kelemen plébánia templomnak a parkját, tehát a templomparkot hivatott rendbe tenni, és ezzel még markánsabbá tesszük ezt a kisvárosi hangulatú településközpontot, amelyre most már méltán mondhatjuk, hogy nem is belváros, de városközpont. Majtényi László, a Vas megyei közgyűlés elnöke az avató ünnepségen úgy fogalmazott, a Bükön elkészült park a világ bármely városában megállná a helyét, akár Párizsban, Prágában vagy Budapesten. Méltó centrum, ezekkel a szavakkal pedig Ák Péter, a térségországgyűlési képviselője méltatta a parkot és környezetét. A park felújításába a helyi általános iskolásokat is bevonták, lebomló cserepekbe ültetett növényeket biztosított az önkormányzat az osztályközösségeknek, akik ezekből zöld területi kompozíciókat alkottak. A beültetett területekről fotó készült, és a program Facebook oldalán versenyt írtak ki a legjobb pályaműveknek a lakosság körében. A nyertes osztályközösségek jutalomban részesültek.
A park avatásán a szalagátvágást követően a polgármester vezetésével körbesétálhatták a megújult területet a vendégek, így megismerhették a projekt minden elemét. Felmarták Bükk fő közlekedési útjának burkolatát. Két ütemben dolgoznak majd a teljesen megújuló útszakaszon, áll a Magyar Közút Nonprofit ZRT tájékoztatásában. Elkezdődött Bükkön, azon belül is az alsóbüki szakaszon a Magyar Közút Nonprofit ZRT által végzett útfelújítás. A munkálatokat megelőzően az önkormányzat a teljes büki átkelési szakaszon elvégeztette a közműcseréket, és egyéb pályamunkálatokat is végeztetett, hogy a mostani felújítás már a lehető legjobb minőségben készülhessen el. Emellett a megelőző feladatok célja volt az is, hogy az elkövetkező években ne legyen szükség az aszfalt felbontására. A beruházások már tavaly év végén elkezdődtek. Az alsóbüki szakaszon korábban megtörtént a vízvezeték bekötések rekonstrukciója, cseréje, a földkábelek végpontjainak a kiépítése, valamint a kerékpárút újjáépítése. A középbüki szakaszon a szennyvízvezeték rekonstrukcióját végeztette el az önkormányzat, emellett kicserélték az ivóvízgerincet és a bekötéseket. A szakaszon a gázvezeték is teljesen új lett. A közművek rekonstrukciója után megkezdték az útburkolatsüllyesztést a körforgalomtól a művelődési házig. Ennek során a járószintet 80-90 cm-rel csökkentették, így a házak szintje alá került az út felülete. Ugyancsak lemarták a járda és a kerékpárút szintjét is. A felsőbüki szakaszon, azaz a művelődési háztól a Darling utcáig új gerinc ivóvízvezetéket építettek ki, és az elavult bekötéseket is cserélték. Az önkormányzat által megrendelt munkálatok javarészt mostanra elkészültek, így a Magyar Közút felvonulhatott a területre, és így megkezdhették az aszfaltréteg teljes újjáépítését. A mintegy 2,5 kilométeres átkelési szakaszon az aszfaltburkolat cseréje, valamint szakaszosan a rossz állapotú, megsüllyedt szegélyek javítására is sor kerül. A kivitelező elsőként az alsóbüki szakaszt vette munka alá. Megtörtént már a régi burkolat lemarása, jövő héten kezdődik a szegélyjavítás. A körforgalom és a Darling utca között az önkormányzat megrendelésére jelenleg még a vízi közmű rekonstrukció zajlik, ami előreláthatólag augusztus elején fejeződik be. Ezen a szakaszon ezután kerül sor a burkolat felújítási munkákra, amelyek valószínűleg szeptemberben lesznek készen, tájékoztatott a Magyar Közút. Már másodszor adott otthont Bükk, a TFA Hungary, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi versenynek június 28-án és 29-én. Öt ország csak nem 160 versenyzője mérte össze kitartását és sporttudását. Az ország legerősebb tűzoltójának viadalát június 28-án és 29-én tartották Bükkön, a gyógyfürdő előtti parkolóban. A kétnapos megmérettetésre az ország minden részéről érkeztek tűzoltók, de a küzdelemben részt vettek lengyel, román, szlovák, cseh és német versenyzők is. Örömmel vettük, hogy második alkalommal rendezhetjük immár meg a 2019. évi TFA Hungary, Bükk, az ország legerősebb tűzoltója nemzetközi tűzoltóversenyt. Az idén közel 160 versenyző áll rajthoz, hogy megmérettesse önmagát, és ő legyen a legjobb és legerősebb tűzoltó itt Bükkön. A magyar versenyzők mellett külföldről is érkeztek hozzánk, akik szeretnének bizonyítani. Így Lengyelországból, Csehországból, Romániából és Németországból is vannak tűzoltók. A férfiak mellett hölgyek is megmérettetik magukat, több korcsoportban, teljes védőfelszerelésben és időkorlát figyelembe vételével kell teljesíteniük a mai versenyfeladatokat. A mai napon Firefighter Combat Challenge névre hallgató versenyszámokat fogunk látni a versenyzőktől, a holnapi napon pedig tipikus TFA feladatokat fognak teljesíteni. A megnyitón dr. Németh Sándor polgármester és dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója köszöntötte a versenyzőket. Erő, állóképesség, kitartás, mentális koncentráltság. Ezekre van szükség a versenyfeladatok teljesítéséhez, és ez sugárzik a felsorakozott tűzoltókból, fogalmazott az igazgató. Kiemelte, hogy nem csak tűzoltó szakmai, hanem sportdiplomáciai szempontból is fontos a verseny,
hiszen szerte Vas megyéből, az országból és szerte Európából érkeztek tűzoltók. Az első és a második versenynap izzasztó feladatait a legtöbb versenyző sikeresen leküzdötte és teljesítette, mindezzel tanúbizonyságot téve arról, hogy milyen kitartás jellemzi a tűzoltókat, legyenek hivatásosok, önkéntesek vagy létesítményiek. Volt, aki mosolygott, mások arca azonban már eltorzult a fáradtságtól, amikor a megváltást jelentő időmérőhöz értek. Nagyon hálás azért, hogy elindulhatott a verseny. Egy kis buzdítsuk, kicsit buzdítsuk a versenyzőket, legyen egy kis hangulat, nem könnyű azért a verseny. Gyerünk, hajrá, hajrá! A piros pályán tehát Lemler György, a kék pályán dr. Kocsis, Katalin, Dorottya. Dorka ugye sérülten versenyez, úgyhogy nagyon-nagyon kell neki a buzdítás. Gyerünk, húzd! A sportrendezvényen azok sem unatkoztak, akik szurkolni jöttek. A szervezők ugyanis arról is gondoskodtak, hogy a gyermekek is jól érezzék magukat. A népi fajátékok mellett az Országos Tűzmegelőzési Bizottság füst sátrában kipróbálhatták a légzőkészülékek használatát, a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás képességét. Mindemellett a Magyar Honvédség, a Magyar Autóklub és a Polgárőrség is készült statikus bemutatókkal a nézelődőknek. A pénteki koncerten aztán mindenki kiadhatta magából a fáradtságot, a jó hangulatról a nyughatatlan produkcióval a Johnny Cash emlékzenekar, Marót Viki és a Nova Kultúr, valamint DJ Szúnyog gondoskodott. A szombati nap megpróbáltatásait követően az eredményhirdetésig a Katasztrófa Védelem Központi Zenekarának térzenei koncertjét, valamint a Szombathelyi Kötélugró Klub és az Ataru Tajkó előadását nézhették meg az érdeklődők. Az eredményeket a záró ünnepségen hirdették ki, ahol beszédet mondott dr. Bognár Balázs tűzoltó ezredes, a Vas megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság igazgatója, és dr. Gubica József tűzoltó ezredes, a Belügyminisztérium Oktatási és Kiképzési Főosztályának vezetője, az Országos Katasztrófa Védelmi Sportegyesület ügyvezető elnöke. A két nap 12 próbája alapján a 30 év alattiaknál férfi kategóriában Lukas Kotarski, Lengyelország versenyzője bizonyult a legjobbnak. A 30 és 40 év közöttiek versenyét Marcin Dzieblu, Lengyelország indulója nyerte, a 40 pluszosoknál pedig Ugranyec Miklós, azzal a Szent Iváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület indulója futotta a legjobb időt. A legjobban teljesítő megye Jász-Nagykun-Szolnok megye csapata lett a versenyben. Elég nehéz volt, nem volt a legegyszerűbb, de megküzdöttünk a meleggel, mind a két pályával, mind a két napon, meg a többi versenyzővel, úgyhogy könnyű volt a versenyzők támogatásával, a többi versenyző támogatásával, a csapattagoknak szerencsére jól támogattak, úgyhogy jó voltam úgy összesítésben. A tavalyi versenyen is részt vettetek? A tavalyi versenyen is itt voltunk, de akkor is hasonló eredményeket értünk, ugyanúgy a szolnoki csapat lett a legjobb megyék között. Milyen a bükkfürdői helyszín, hogy tetszik itt a verseny? Tetszik a helyszín, csak én kevesellem a nézőközönséget, mert elviszi őket a strand. És ugye a verseny után mi is mentünk a strandra egyből, mert hát meleg van és vazítani kell. Melyik volt a legnehezebb feladat? Hát talán az első napon a 80 kilós bábút a végén behúzni hátrálva a célba, miután végigcsináltak az egész pályát, az legnehezebb. A női indulók között a 30 év alattiak versenyében első helyezést Istványi Nóra tűzoltó főhadnagy, az EGRI hivatásos tűzoltó parancsnokság indulója nyerte el, míg a 30 és 40 év közöttiek versenyében dr. Kocsis Katalin Dorottya, a Kemendollári Önkéntes Tűzoltó Egyesület indulója bizonyult a legjobbnak. A magyar győztes címet a hivatásosok kategóriájában Csernák Zolt tűzoltó főtörzsőrmester, a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság tűzoltója nyerte el. Az abszolút kategóriában legjobban teljesítő magyar versenyző, ifjú Bodó László, a Kötél Egyesület indulója lett, így ő vehette át a Vándorkupát. A hazaiak is hősiesen küzdöttek, önkéntes, önkormányzati és hivatásos tűzoltók alkották a Vas megyei csapatot. A megmérettetésre csoportokba verődve készültek. Összességében ez a nagyon jó szervezett verseny volt, a versenyszámok teljesen akadálymentesen le lettek bonyolítva. Én szerintem a legnehezebb része a versenynek az a két 80 kilós bábú, ugye az első nap, amit húztunk, második nap pedig, amit fölvettünk. Ezt a két bábút bevinni a célba, ez volt a legnehezebb, én szerintem. Vas megye mely településeiről állt össze a csapat? Önkéntes tűzoltók jöttek búcsúból, Sarokpolányból,
honnan jöttek, még nem tudom, hogy honnan jöttek. Szombathelyről jöttek, hivatásos tűzoltók, Sárváról, Körmendről, szintén hivatásos tűzoltók, önkormányzati tűzoltók, Csepregről. Hogyan készültek egy ilyen versenyre? Többen összeállunk és szolgálatban, illetve szolgálaton kívül ezekre a feladatokra külön csinálunk gyakorlást, illetve ezen kívül erőléti, illetve állóképesség növelő feladatokat szoktunk bevinni az edzéstervbe. Vannak olyan feladatok, amire egyébként nem lehet előre felkészülni? Nincs olyan feladat. Itt mivel mindent tudunk előre, minden feladatot tudunk előre, ezért fel lehet készülni minden feladatra. Valaki azt mondja, hogy nem tud felkészülni, az azért van, mert nem is akart felkészülni. És akkor nézzünk gyorsan a piros pályára. Lemler György nem sokára elkezdi az oltást, meg is volt, és akkor Dorka most ér a kalapáshoz, gyerünk Dorka! Azt a babát, amit egyébként a tűzoltó kollégáknak végig kell vinnie a pályán, az egy 80 kilós baba, azt végig kell húzni, a hölgyek számára van egy könnyebbség, nekik 40 kilós babát kell végig húzni, bár mondjuk repet csuklóval Dorkának az sem lesz egyszerű feladat. Gyerünk, hajrá, hajrá! Lemler György élete első versenyén már a 80 kilós babát húzza! Kísérjük őt a versenybírók, és mindjárt be fog érni a célba. Figyelem, mérjük természetesen az időt, és megvan! Évek óta hagyomány már Bükön, a Roma Nemzetiségi Nap. A rendezvény célja, hogy bemutassák az érdeklődőknek a roma kultúra sokszínűségét, zenével, képzőművészettel és gasztronómiával ötvözve. Az eseményt alkotótábor előzte meg. Június 29-én ismét megszervezte a Büki Roma Nemzetiségi Önkormányzat a Roma Kulturális Napot a Büki Átriumban. Akárcsak az előző években, idén is egyhetes képzőművészeti alkotótábor előzte meg a rendezvényt, immár 5. alkalommal. Szerte az országból hívott roma alkotóművészeket Bükre Ferkovics József szombathelyi festőművész. 11-en dolgoztak és pihentek a Büki önkormányzat üdülőjében. Az elkészült munkák javát ezúttal is a Büki Roma Napon mutatták meg az érdeklődőknek. Központi tematikát idén nem választottak, mindenki szabadon dolgozhatott. Zömmel a tájkép lett meghatározó ebben az egy hétben, de emberábrázolás, ember és természet, fantázia képek is születtek, mondta el Balogh Tibor grafikus művész a tárlatról. A fővárosi grafikus művészt a táj ihlette meg, pontosabban a táj és a nyár köszön vissza realisztikusan, mégis mesésen az elkészült és kiállított képein. A megnyitó méltatta a Büki lehetőséget, hiszen sok alkotótábor az évek során megszűnt, amelyek a roma képzőművészeknek adtak lehetőséget. Bükön azonban töretlenül helye és tere van a nyári találkozásnak. A kiállítást dr. Németh Sándor polgármester nyitotta meg. A korábbi évekhez hasonlóan most is sok szép alkotás jött létre, amelyet köszönöm szépen az ott alkotóknak, 11-en voltatok. Tegnap voltunk is kint meglátogatni, fölkeltettük a Józsit, mert akkor pont nem alkotott, hanem csak gondolkodott, vagy álmodott, hogy mit akar alkotni, azt abból kiráztuk. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és örülök annak, hogy az idejében is ez megvalósulhatott. És a Roma Nemzetiségi, Bükváros Roma Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett Roma Nemzetiségi Napon, illetve Gasztrofesztiválon, amelyet a Rozi szervezett és szervez az idei esztendőben is, ezeket bemutathatjuk a közönség számára is. Az alkotótábor hagyományai szerint idén is hagynak Bükön az önkormányzatnak ajándékként a táborban készült alkotásokat a művészek. Németh Tiborné Rozi, a Büki Roma önkormányzat elnöke szervezte kulturális és gasztronómiai napon, pedig az alkotók is kellemes hangulatban búcsúzhattak Büktől. A Roma Nap programjában számos koncert és előadás szerepelt. A fellépők sorát Csoli és Suzi koncertje nyitotta. A
folytatásban többek között Jónás Judit színésznő, Nova Brigitta és táncosai, Rokkó és Pesti Zsolti is megfordultak az Átrium színpadán. A programok az egész várost megmozgatták, nem csak roma nemzetiségűek látogattak ki a rendezvényre. Ez is jól példázza, hogy a roma kultúra mindenki számára vonzó és érdekes. Nézzenek meg egy rövid kevcsinálót a július 17-én kezdődő 14. Gyógybornapok és Büki Gasztrofesztiválhoz. Kedves nézőink, a Büki híreket látták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Műsorainkat megnézhetik interneten is a www.riotvdunantul.hu honlapon, vagy megtalálnak minket a facebook.com/riotvdunantul címen is. Viszontlátásra!